A top 3 fő bűn, amit a legtöbb hálózatépítő elkövet. A network marketing egy végtelenül igazságos vállalkozási forma. Mi itt a DXM-ben azt szoktuk mondani, hogy mindenki olyan kávét iszik, amilyet megérdemel, és annyit is keres vele, amennyit megérdemel. Itt nincs olyan, hogy valaki méltányossági alapon keres jól. A világon annyiféle helyzet lehet, amikor valaki érdemtelenül jól jár, de a multilevel marketing nem az a hely. Mi magunk hálózatépítők mondjuk az embereknek, hogy te is meg tudod csinálni, nincs ebben semmi boszorkányság. Sőt, még azt is mondjuk, hogy mi semmivel nem vagyunk okosabbak vagy ügyesebbek, mint te, nem attól vagyunk sikeresek benne. Tegyük hozzá gyorsan, hogy a siker relatív fogalom. Semmiképpen nem nevezném lúzereknek azokat a milliókat, akik nagy elégedettséggel fogyasztják a termékeinket, és egy fillért sem keresnek vele. Lehet, hogy nem is akarnak. Szerintem nem tisztességes őket aranyhangyáknak vagy bepalizott szerencsétleneknek nevezni. Sikertelennek csak azt tartom, akinek céljai vannak, de nem sikerül ezeket a célokat elérni. Az frusztráló lehet, és mindenképpen érdemes megkeresni az okát. Ebben szeretnék most segíteni azzal, hogy a 3 legtöbbször elkövetett hibát, a 3 fő bűnt sorra veszem. Őszintén akarok beszélni, de nem vagyok a birtokában a bölcsek kövének. Legyél velem nyugodtan kritikus, de mielőtt butaságnak minősíted azt, amit mondok, teszteld le, jó? És legyél magadhoz őszinte. A top 1 az, hogy nem csinálod. Hát igen, a legtöbben ezt követik el. Sok olyan üzletépítő is van, aki vagy nem tudja pontosan, hogy mit kell itt csinálni, vagy egyszerűen utálja azt, amit úgy gondol, hogy csinálnia kellene. Arról, hogy mit is kell itt valóban csinálni, majd a második pontnál lesz szó. Sokan szeretnék tudni, hogy mennyi is az az aktivitás a network marketingben, ami szükséges. Ezt pontosan olyan könnyen meg lehet mondani, mint azt, hogy hány szilvás gombóc elegendő ahhoz, hogy valaki jól lakjon. Már csak azt kell megtudni, hogy mekkorák a gombócok, az illetőnek mekkora a gyomra, mikor evett utoljára, hogy mennyire szereti egyáltalán ezt az ételt, és hogy az adott szilvás gombóc mennyire sikerült jól. Hát ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet. Alkalmazottként az időnket és a szaktudásunkat adjuk el, ezért nehéz egy másfajta gondolkodást elsajátítani. Vállalkozónként nem az idő a mértékegység, hanem az eredményesség. Véleményem szerint az aktivitást a network marketingben nem lehet túladagolni, ellentétben a gombócevéssel. Amikor azt hiszed, hogy már biztosan mindenki tudja rólad, hogy fogyasztói hálózatot építesz, nagyot tévedsz. A közösségi média tipikusan olyan, mint egy saját kis virtuális világ. Mindenki benne van a saját buborékában. Ha sok foci rajongó ismerősöd van például, akkor tele van a hírfolyamod foci hírekkel. Emiatt aztán azt hiheted, hogy mindenki foci rajongó. Ha politizálsz és ellenzéki vagy, csupa olyan hír találsz, amiben a kormánypárt hibáit teregetik ki. Ezért aztán azt hiszed, hogy mindenki ellenzéki. És így tovább. Nem biztatlak rá, de érdekes tanulság volna egy idegen ember hírfolyamába belenézni néhány napon át, és megfigyelni, hogy milyen hírek jutnak el ő hozzá, és milyen a te hírfolyamod. Szóval gondoskodj róla, hogy a Facebook vagy az Instagram profilodból lejöjjön, hogy hálózatot építesz, és hogy lehet hozzád fordulni, ha valakit ez érdekel. A kiáramlás határozza meg a beáramlást. Ha te nem kezdeményezel, ha nem indítasz útra új információkat, akkor nem is fog nagyon sok információ jelesül új érdeklődő beáramolni. A top 2, hogy nem tanulsz. Az elején azt mondtam, hogy mi magunk állítjuk, hogy teljesen átlag emberek vagyunk, mint te is, és semmilyen különleges képességre nincs szükséged ahhoz, hogy itt sikeres legyél. Ez azonban csak abban az esetben igaz, ha a taníthatóság nem számít manapság különleges tulajdonságnak. Szilárd meggyőződésem, hogy egy ennyire gyorsan változó világban, ahol a marketing is szédületes sebességgel változik, folyamatosan csiszolnunk kell a módszereinket is. Amikor azt állítjuk mi, akik már elértünk valamit az MLM-ben, hogy nem vagyunk hozzád képest különlegesebbek, ez alatt azt értjük, hogy mindazt, amit mi megtanultunk, te is képes vagy megtanulni. A multilevel marketing egy elég egyszerű szakma, de semmiképpen nem szabad azt, hogy egyszerű összetéveszteni azzal, hogy könnyű. Amit ugyanis könnyű megcsinálni, az soha nem fizetik meg jól. Én 8 éve figyelem meg a munkatársaimat. Sajnos nagyon sokan követik el azt a hibát, hogy csak úgy a maguk feje után elkezdenek hálózatot építeni olyan módszerekkel, amelyek már 20 évesen működtek.
Természetesen senki nem úgy jön a világra, hogy profi hálózatépítő, én is rengeteget tanultam. Ha a top 1-es hibát nem követed el, vagyis aktívan építed a hálózatod, de mégsem vagy elégedett az eredményeiddel, akkor valamit nem jól csinálsz. Másokon nem lehet. Tudod, én ilyenkor mit teszek? Megnézem, hogy kik azok, akik a DXM-ben jól csinálják, és megpróbálom eltanulni a módszerüket. Követem őket a közösségi médiában, nézem, hogy miket posztolnak, mennyire aktívak. De látom én más hálózatok húzó embereit is, és követek független marketing szakembereket is. A network marketing is marketing, csak van néhány egyedi tulajdonsága. Minél jobban megtanulod a szakmát, annál jobban fogsz vele keresni. Biztosan vannak, akikben él a becsvágy, hogy majd én megmutatom, majd én kitalálok egy módszert, ami még senkinek nem jutott eszébe. Azt is szeretjük mondani mi MLM-esek, hogy a lehetetlen csak annyit jelent, hogy eddig még senki nem tudta megcsinálni. Ha egy teljesen egyedi módon akarsz valamit megvalósítani, ahogy eddig még senki nem próbálta, hát abból két dolog lehet. Vagy egy baromi nagy kudarc, vagy egy új hős születik. Egy új találmány, egy új világcég, esetleg egy zseniális vezető. Sajnos a legtöbbször az előbbi a kudarc szokott bekövetkezni. Ezért azt javaslom, hogy mielőtt kezdő hálózatépítőként kreatív új módszereket alkalmaznál a saját kútfejedből, hallgass inkább egy olyan vezetőre, akitől lehet mit tanulni. Hidd el, hogy ő sem érdemtelenül tart ott, ahol tart, és senki nem fog kinevetni, mert te még nem tudsz valamit. És nagy butaság lenne nem használni valakinek a szaktudását, amikor teljesen ingyen bocsátja a rendelkezésedre. Mielőtt tovább mennék, még hadd pontosítsam, hogy a felső vonalad nem arra való, hogy olyan információkat adjon neked, amit te is megtalálhatnál három kattintással. A szponzorod a segítőd, a tanácsadód, de nem a titkárod vagy a szolgálód. Senki nem azért épít hálózatot, hogy egyre több ember apró cseprő dolgait intézze és egyre kevesebb szabad ideje legyen. Épp ellenkezőleg. Tehát kísérletezés helyett próbáld ki a már jól bevált módszereket. Első vonaladon kívül érdemes még külsősöktől is tanulni. Nagyon jó jön ehhez a szakmához, ha van rá hajlamod, ha olvasgatsz marketinget, kérdezéstechnikát, reklámpszichológiát, beszédtechnikát, testbeszédet, előadásmódot, hírlevélírást és honlapszerkesztést. Ezek mind-mind támogatni fognak abban, hogy egyre sikeresebb legyél, ami az MLM-ben automatikusan magasabb bónuszt is jelent. Eszem ágában sincs megijeszteni, de a szabadságnak ára van. Meg kell dolgozni érte. De ebben a szakmában minden elvégzett munka ki lesz fizetve. Senki nem von le belőle semmit. Minden általad megszerzett tudásnak meg lesz az eredménye. Hidd el, hogy ez a legjobb befektetés. És a top 3, hogyha nem építesz csapatot. Most önkritikát fogok gyakorolni, 7 évenbe került, mire ezt megértettem. Én olyan ember vagyok, akit nem kell kívülről motiválni, és kiválóan eldolgozgatok a barlangomban egyedül. Vagy 25 évig jártam kamionosként Európa útjait, és a kamionozás egy magányos szakma. Viszont érdekes módon szemináriumokra mindig is szerettem járni, mert kedveltem a felső vonalam is, és jó volt találkozni azokkal is, akik hozzánk csatlakoztak. Online hálózatépítőként a nagy részüket egyáltalán nem ismertem. De tudom, tapasztalom, hogy a DXN hálózatépítők nagy része teljesen fölöslegesnek tartja az ilyen összejöveteleket. Nézzétek meg, hogy ezekre a dobbantókra is milyen kevesen érnek rá. Most megpróbálom elmagyarázni, hogy miért gondolom, hogy ha te nem építesz csapatot, akkor te nem építesz fogyasztói hálózatot sem. És ezt minél inkább elhanyagolod, annál távolabbra kerül a passzív jövedelem és az anyagi függetlenség. Képzeld el, hogy beregisztrálsz egy MLM céghez. Néhányszor beszélgetsz a szponzoroddal, ő megerősít téged, hogy egyszerű a feladat, meg fogod tudni csinálni, és hamarosan passzív jövedelmet fog hozni neked a pénzes postás. Ezután elkezded a munkát, teleposztolod a Facebook profilod ganodermás kávéval, és felhívogatod az ismerőseidet ezzel a csodálatos lehetőséggel. Ha szerencséd van, lesz egy-két óvatos vásárlód vagy belépőd, de a legtöbben vagy kinevetnek, vagy csak egyszerűen nemet mondanak, és várakozó álláspontra helyezkednek. Ettől egy kicsit úgy érzed magad, mintha ellenszélben hajóznál. A környezetedben túltengenek az ellendrukkerek. Ha ő nemet mondott erre, nehogy már neked sikerüljön. Tudd, hogy mindenkinek egy-egy tükröt tartasz az arca elé, és azt üzened, hogy ha nekem sikerül, akkor neked is sikerülne, ha lenne vér a pucádban, hogy elkezd.
és ezt mindenki utálja. Ezt a tükröt. Ezért fognak a legtöbben ellene szurkolni. A szponzorodat már nem keresed, mert nem akarsz a kudarcaidról beszámolni, különben se hiszed, hogy tudna neked jó tanácsot adni. Így aztán, ha nem vagy egy rendkívül erős jellem, aki tűzön vízen keresztül is végigcsinálja, amit elhatározott, valószínűleg fel fogod adni. Ezt a folyamatot már nagyon sokszor megfigyeltem, sajnos a saját hálózatunkban is. Az, hogy ki meddig bír ellenszélben hajózni, az egyéni alkat kérdése. De ne csüggedj, mert van rá megoldás. Már Don Faia, az MLM atya is írja a 45 másodperces prezentáció című alapművében, hogy heti rendszerességgel érdemes csapattalálkozókat tartani. Ezeket ő sistergőnek nevezi a tábortűz hangjai után. A lényege, hogy amikor a fahasábokat kijebb húzzuk a tábortűzből, azok elalszanak, de összetolva őket újra fellángolnak. Ez a közösség a csapat ereje. Ezzel számra találhatsz videókat és tanmeséket arról, hogy egy csapat sokkal többre képes, mint a tagok teljesítménye szorozva a tagok számával. Egy tipikus hollywoodi klisé, ami mindig kassza sikára bemutatják, ahogy például egy a cappella énekkarból igazi csapat lesz, vagy 11 focista, aki az elején folyton veszekedett egymással, végül megnyeri a bajnokságot, vagy amikor egy katonai alakulat kovácsolódik össze ütőképes csapattá, és még sorolhatnám. De képtelenség bárkivel összekovácsolódni, ha te Sopronban kovácsolsz mondjuk, ő meg Debrecenben. A csapatot leginkább a közös élmények, a közös emlékek, az egymáshoz való kötődés és a közös cél kovácsolja össze. A közös cél megvan, mindenki a DXN hálózatát építi, de ha nem társulnak hozzá közös élmények, és ha nem kötődsz a többiekhez, akkor te csak egy név vagy a névsorban, egy idegen, akit nem is ismernek. A kunságban azt mondanák rád, hogy gyütment. És azt se felejtsd el, hogy annak a hat embernek vagy az átlaga, akikkel a legtöbbet együtt vagy. Mindig érdemes javítani az átlagon, és minél több időt együtt tölteni tetrekész, pozitív gondolkodású, aktív emberekkel. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy egy egészséges lelkű embernek vannak ismerősei, és van egy baráti köre már azelőtt is, hogy hálózatot kezdett építeni, és nem feltétlenül akarja őket lecserélni. Erre nincs is szükség természetesen. De nagy különbség van egy baráti kör és egy általad vezetett csapat között. Egy fogyasztói hálózat, ami passzív jövedelmet eredményez, szükségképpen emberekből épül fel. A multilevel marketingben azt szokták mondani, hogy ha már egy csatlakozód is van, te már vezető vagy. Én viszont ezzel nem értek egyet. Szerintem a dolog nem ennyire egyszerű. Nem attól lesz valaki vezető, hogy egyre több név van egy listában az ő neve alatt. Embereket vezetni szerintem azt jelenti, hogy követnek téged. Önként és dalolva, akkor is, ha nehéz az út. Azért követnek, mert szeretnek és tisztelnek és hisznek abban, hogy jó helyre vezeted őket. De az emberek szeretetéért, tiszteletéért és bizalmáért meg kell ám dolgozni. Ha sikerül jó vezetővé válnod, az MLM-ben hatalmas hálózatod lesz és nagy jövedelmed. Ezért egyszerűen muszáj megtanulni, hogy mit is jelent embereket vezetni. A jó hír az, hogy biztos, hogy lesz rá elég időd, mert ahogy szépen növöget a hálózatod, fokozatosan fel fogsz tudni nőni a feladathoz is. Feltéve, ha rendszeresen gyakorlod a csapatban való gondolkodást, a csapatépítést. Én még olyat nem láttam, hogy valaki úgy vezetője egy csapatnak, hogy nem része, nem tagja a saját csapatának. De egy pillanatra tételezzük fel, hogy te egy olyan ember vagy, akiből 10 000-ből egy van, aki dacolva minden ellenszéllel egyedül is megcsinálja magának a fogyasztói hálózatát a számítógépe mögül. Legyen így. De az összes csatlakozód is olyan lesz. Nekik sem lesz szükségük egy csapatra. Én már több olyan online tanfolyamot is vásároltam, ahol bónuszként egy zárt Facebook csoporttagságot is adtak vele. Olyan szakemberektől vásároltam ezeket a kurzusokat, akik nagy nevek a saját szakmájukban. Marketingesek, SEO szakemberek. Hát ne tudd meg, hogy milyen halottak a csoportjaik. Hónapok telnek el, amíg bármilyen bejegyzés felkerül oda. Embereket vezetni, embereket csoporttá kovácsolni nem megy magától. Ha te nem jársz el a szponzorod csoportjába, honnan vagy kitől akarod megtanulni azt, hogy hogyan is kell azt csinálni? Nem sokkal egyszerűbb, ha te is ott vagy hetente a tábortűznél, és az új belépőidet is elhívod oda? Szépen együtt megtanuljátok gyakorlatilag egymástól, hogy hogyan is kell együttműködni. Ne feledd, hogy az emberi faj sikerének a titka az, hogy együttműködtünk.
Persze olyan is van, hogy valaki mondjuk nem kedveli annyira a szponzorát. Az elején szimpatikus volt, de aztán gyorsan kiszeretett belőle. És neki majd csupa olyan belépője lesz, akivel puszi haverok lesznek? Neki nem kell megtanulnia, hogy hogyan tud összedolgozni olyanokkal is, akikkel nem felhőtlen a kapcsolata? Az MLM-ben klasszikusan nagyon sokféle ember van. Eltérő iskolai végzettséggel, politikai vagy vallási meggyőződéssel, és mégis muszáj közös nevezőre jutni. Persze csak akkor, ha komolyan gondolod a hálózatépítést. Mi kb. Egy éve kezdtük el a heti rendszerességgel megtartott Koffein Klubok sorozatát. Ez egy online találkozó, ahol mindannyian végre olyanokkal találkozunk, akik ugyanazt akarják, mint mi. Nem annak szurkolnak, hogy nekünk ne sikerüljön, épp ellenkezőleg. Inspiráljuk egymást, ha kell, megvigasztaljuk, barátkozunk és közös élményeket gyűjtünk. Mára elértük azt, hogy az a néhány ember, aki ezen hajlandó részt venni, ismeri a többieket, és állítom, hogy készek lennének a másiknak segíteni bármilyen helyzetben, a DX-en kívül is. Igaz, hogy továbbra is szembeszélben hajózunk, de látjuk magunk körül a többi hajót is, aki ugyanarra tart, mint mi, és már ez is erőt ad. Figyelj, most mutatok még valamit. Mondjuk, van egy módszered, amivel minden hónapban be tudsz hozni két új embert. Két új belépőt. Ez a te teljesítményed 100%-a. Ha van 10 olyan munkatársad, aki ennek a felére képes, az 10 belépőt jelent. Az a te teljesítményed 500%-a. Sokkal fontosabb, hogy a csapatod egyre jobb legyen, mint az, hogy te egyre jobb legyél, mert exponenciálisan növekszik a hálózatod. Úgy is fogalmazhatok, hogy ha szinte csak te egyedül dolgozol inaszakadtodból a hálózatodban, soha az életben nem sikerül az áttörés. De minél többen vagytok képesek csapatban hatékonyan tevékenykedni, annál jobban felfutnak a számok úgy, hogy te egyre kevesebbet dolgozol. A csapatépítés az MLM-ben nem fontosabb tehát, mint az oxigén, amit belélegzel. Ha azt mondod, hogy ezek az online vagy offline csapattalálkozók és szemináriumok nem mások, mint szájtépés, és neked erre nincs időd, a saját üzletedet nyírod ki. Olyan, mintha azt állítanád, hogy nem észlel lélegezni. Nem a szponzorodnak teszel jót, ha időt szakítasz rájuk, hanem saját magadnak. Összegzésül tehát elmondhatjuk, hogy a három fő bűn a network marketingben az, ha nem csinálod, ha nem tanulod meg, hogy hogyan kell csinálni, és végül, ha nem foglalkozol a csapattal, ha nem használod a csapat erejét. Mindenképpen szeretném a végéhez még hozzáfűzni, hogy semmiképpen nem akartam a kedved elvenni a hálózatépítéstől. Épp ellenkezőleg. Ez a szakma tudja azt, amit kevés szakma a világon. Tényleg elérheted az anyagi függetlenséget, ki tudod magad dolgozni a mókus kerékből. De nagyon sokan megpróbálták, vagy ismernek olyat, aki megpróbálta és belebukott. Az előadásomnak épp az volt a célja, hogy tudd, hogy mire kell figyelned, hogy te sikeres legyél, és ne bukjál bele. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, hogy rám figyeltél. Most fordítsuk ezt meg, most én fogok rád figyelni. Várom a kérdéseidet, vagy a hozzáfűzni valóidat.